a kezek rátevésének alaptanítása. Zsidókhoz írt levél 6.2. Bármely hívő imádkozhat kézrátétellel a betegekért. Mi alatt a férje a földön feküdt, a feleség így imádkozott. Uram, a Márk 16-18-ban az áll, hogy a hívők betegekre teszik a kezeiket. Nem tudom, mi történt a férjemmel, de Jézus nevében ráteszem a kezem, és hittel várom, hogy most meggyógyul. Még ki sem mondta ezeket a mondatokat, a férje azonnal magához tért. A férfi azt kérdezte, mi történt? Nem tudom, felelte a nő. A fűnyíró egy helyben járt, te pedig a kertben feküdtél. Hát kezdtem magam rosszul érezni, aztán elájultam, de most olyan jól érzem magam. Még sosem éreztem magam ilyen jól, állapította meg a férfi. Azután felkelt, és lenyírta a füvet a kertben. A férj később elmondta nekem. Tudod, Hegint testvér, nagyon jól érzem magam. Hiszem, hogy alvás nélkül is el tudnék menni holnap dolgozni. Nagyon friss és életvidám vagyok. Megvallás. A Márk 16-18 alapján betegekre teszem a kezeimet, és arra számítok, hogy meggyógyulnak.